egyik szerintem lapra. Szia, Ilona! Választanak a győriek a város egyik szavazókörében. A megye székhelye már kora reggeltől nagy volt a forgalom a szavazóhelyeken. Országosan 61,2%-os volt a részvétel, ami csak kevéssel maradt el a 2010-es eredményektől. A vasárnapi voksolás eredményei tulajdonképpen megerősítették a korábbi közvéleménykutatásokat. Nem okozott meglepetést, hogy a Fidesz nagyjából megismételte 4 évvel ezelőtti eredményét, és hatalmas fölénnyel nyerte meg a 2014-es országgyűlési választást. Meg is tudjuk mutatni az eredményeket. A még nem hivatalos adatok alapján a jobboldali pártszövetségre több mint 2 millióan voksoltak, ezzel a szavazatok 44,6%-át szerezte meg a kormányzó erő. A 106 egyéni választókerületből 95-ben nyert a Fidesz-KDNP. A korábban kormányváltásra készülő kormányváltó erő néven szereplő baloldali összefogás több mint 1,2 millió szavazatot kapott vasárnap, vagyis az érvényesen voksoló választópolgárok 26%-a választotta a baloldalt. A képzeletbeli választási dobogó harmadik fokára pedig a Jobbik került. A párt 1 millió szavazója majdnem 21%-os arányt jelent, 4%-ponttal többet, mint 2010-ben. A vasárnapi választás legnagyobb kérdése az volt, hogy az LMP bekerül-e az új parlamentbe. Nos, a lehet más, a politika végül 5,2%-os eredménnyel épp hogy befért az országgyűlésbe. A hangsúlyozottan még nem végleges eredmények alapján a Fidesz-KDNP 133, a baloldali összefogás 38, a Jobbik 23, míg az LMP 5 parlamenti helyet szerzett a 199 fős országgyűlésben. Az országgyűlési listát állított 14 kisebb párt közül egyik sem érte el az 1%-os eredményt.